Kezüket csokolom, hölgyeim, kellemes hétfő estét kívánok az uraknak, és indul egy újabb hét, indul egy újabb 10 perc itt a Városi Televízióban. Sokszor, amikor irodalommal kapcsolatos téma kerül hozzá, mint a televízióban, én nekem mindig veszőparipám az, hogy a fiatalság mostanában mennyit olvas, mit olvas és milyen formában jut hozzá, akár az ismeretekhez, akár pedig az irodalmi anyagokhoz, az irodalmi művekhez. Nos hát, él itt ebben a városban egy olyan nagyon fiatal hölgy, aki rengeteget tesz azért, hogy ő és a kortársai az irodalomhoz ne úgy viszonyuljanak, mint sajnos szerintem a nagy többség mostanában a 18-20 éves, vagy még egy kicsit fiatalabb korosztályban, hogy ki ez a hölgy, és pontosan mi az a munka, amit ő végez, ez derül ki a következő 10 percben. Üdvözlöm itt a stúdióban Árvai Csengét. Jó estét, Csenge, szia! Honnan jött neked a kapcsolat az irodalommal, és aztán majd kivesézzük, hogy milyen szinteken vagy te irodalmár, hiszen rengeteget foglalkozol ezzel a dologgal, és hát nagyon, én azt gondolom, hogy egy olyan ritka tevékenység az, amit te végzel, akár a saját magad szórakoztatására is, ami szerintem a kortársaid között megsüvegelendő. Én ezt így látom. Hát, köszönöm szépen, örülök neki, ha így látod. Igazából kezdetek kezdetén, ha visszalapozunk nagyon régre, akkor szerintem édesanyámtól, szóval kisgyerekkorom óta. Nagyon sokat olvastunk, de tényleg ezt a nagyon kisgyerekkort értsd, utána nekem volt egy ilyen nagy kihagyás, és ilyen 12-13 éves koromban volt az első regény, amire azt mondtam, hogy na ez mi az, ami nekem kell. Mi volt az a regény, erre emlékszel? Szelingernek az Zaphegyező. Hát az egy falsúlyos történet, igen, az nem egyszerű. Igen. Előtte a Póni hercegnő kalandjait tudtam felmutatni, és így ennyi. Az egri csillagokkal azt vérszenvedtünk, de ez volt az első, amit úgy tényleg egy nap alatt nekiültem, és végig. És onnantól kezdve van ez a nagy szerelem, úgymond. Csenge, hogy látod a mostani korosztályodban, ebben a 16-18 éves korosztályban, akik már azért kinőttek a gyermekkorból, de még nem léptek bele a felnőtt korba, mennyire népszerű az olvasás? És most nem feltétlenül csak az irodalmi művek. Hát itt nagyon negatívan konferáltad fel ezt az egészet, de szerintem nincs ennyire rossz helyzet. Sőt, én mostanában egy ilyen felfelé ívelő tendenciát látok ebbe az egészbe. Persze még mindig keveset olvasunk, de inkább az lehet, hogy más honnan közelítjük meg, mint például a szüleink, és más dolgokat olvasunk, meg keresünk szórakoztatásunkra. De szerintem ez így jelen van most. Tehát az a fajta, te mondtad ki a szót, én nem így szántam, negatív hozzáállás, ami a részemről ebbe az irányba van, az lehet egyfajta generációs különbség? Hogy mi máshogy látjuk azt az olvasást, amit mi olvasásnak hívunk, mint amit ti hívtok olvasásnak? Én ebben nagyon tágan látok, szóval nekem egy olvasott műbe most már beletartozhat egy jól megírt zeneszöveg és repszöveg is akár. Azt kell, hogy mondjam, én úgy érzem, hogy a nagy költők kora az lejárt, amit én nagyon sajnálok, mert amúgy imádom, meg én ezt szeretem szabadidőmben is, József Attila egyik kedvencem, de őket a mai fiatalok már annyira nem. Szóval nem tudom, de én úgy képzelem meg, amit anyától láttam, hogy az ő fiatalkorukban ez volt. Hogy ez volt el, hogy édesanyád pedagógus, igen. Tehát azért nem véletlen az, hogy ti sokat olvastatok otthon. Azt mondod, hogy más az a fajta olvasás, amit a te korosztályod végez, és más az, amit olvastok. Mi az, amit ti olvastok? Nem is és most kifejezetten az irodalomra gondolok, bocs, hogy közbeszólok. Nem is a mi voltja, inkább a forma, szóval itt az internet, és mi már mindent azon. Szóval a könyv, mint olyan, amit én szintén sajnálok, mert magát a tárgyat is imádom, szóval nekem nem előzi meg az online dolgok ezt a könyvbéli régi formát, de szerintem sokaknak ez így sokkal egyszerűbb, mint anyagi szempontból, mint időspórolás, stb. Szervezel irodalommal kapcsolatos összejöveteleket is, igen. Meséljünk ezekről. Hát most volt nemrég megtartva a harmadik Slam Poetry Est. Ennek az ötletgazdája az egyik jó barátom. Én segítettem a kivitelezésébe, és azóta ezt így ketten csinálgatjuk.
Hát gondolom az első kérdés az végül is az, hogy mi is az a slam poetry. Részemről nem, de meséljük el a nézőknek, igen, hiszen tulajdonképpen ez volt az a pont, ami miatt én szerettem volna veled beszélni itt a műsorban. Hát ez igazából egy nagyon nehéz kérdés. Sokan felteszik, és nehéz rá válaszolni. Úgy szoktam kezdeni, hogy van egy ilyen városi legenda erről, hogy az első szlemes, vagy hogy innen alakult ki ez az egész, van egy ilyen történet, hogy házassági évfordulóra apuci hazament, és akkor jaj, mit adjak anyucinak, és írt neki egy verset. És az asszony meg elhajtotta otthonról, hogy hát 20-ra csak ennyi, mi ez. Ő meg lement bánatába a kocsmába, neki állt a kitalozni, és akkor mit tudjam én, a harmadik feles után ő felállt és elszavalta a verset, amit anyucinak írt. És akkor valami ilyesminek kell elképzelni ezt az egészet. Ugye a slam poetry tükörfordításban a slam az ilyen becsapódást, csapódást, ajtócsapkodást jelent, szóval becsapódó költészet, de amúgy villámköltészetnek fordítjuk, de én ezt nem szeretem. Egy nagyon nehezen megfogható műfaj, mert formai sajátosságai nincsenek egyáltalán, szóval lehet belső, rímes vagy teljesen prózai, ki mit szeret, ki miben tudja kifejezni az érzéseit. Téma is nagyon ritkán szokott megadva lenni, általában teljesen szabad. Az még, ami érdekes, mi ezt mondjuk nem így szervezzük, de versenyként szokott ez megtörténni. Az egyetlen szabály az az, hogy van egy ilyen 3 perces időkorlát, amit ha túllépsz, akkor pontlevonást jár érte. Szóval... Ez azért versenyként, ez egy rendkívül szubjektív dolog megítélni egy ilyen történetet, abszolút. Mert lehet, hogy ha csak az irodalmi tartalmát nézzük egy slam poetry műnek, akkor lehet, hogy csodákat látunk benne, de maga a témája nem olyan, és nem tetszik a zsűrinek, akkor ott már lehet, hogy az már hátrányba kerül. Igen, ez ilyen... Mennyire improvizatív műfaj a slam poetry? Ezt akartam mondani, hogy nagyon-nagyon komplexnek látom. Szóval irodalom valamilyen szinten, de ugyanakkor kell hozzá egy színészi tehetség. Nagyon sok múlik a pillanaton, szóval ezeket a szövegeket általában egyszer szokták előadni. Most az másik dolog, hogy megörökítik, és akkor interneten visszakereshető ez a dolog, de ugye nem ugyanaz, mint az élő előadás, szerintem legalábbis. Úgyhogy nagyon-nagyon tényleg érzékeny téma. A slam poetry lehet egy olyan út, amivel a költészetet vissza lehet vinni a fiatalok közé? Én abszolút így látom. Szóval ez az a műfaj, ami úgy érzem, hogy közülünk jött. Ezekre a versenyekre Pesten is, meg így Gyöngyösen is, ugye mi nem versenyben rendezzük meg, itt még nem tartunk, meg nem is szeretnénk. Bárki jelentkezhet, szóval se korbeli, se... semmiféle megkötés. Aki szeretne, aki érez magába potenciált, aki beszélni szeretne, az jöhet. Szóval ez az, hogy nem közönségnek szól, hanem a közösségnek. Mm-hmm. És itt van a kettő között egy nagy különbség, hogy valakiknek beszélünk, vagy egy társaságnak, ahonnan mi jöttünk és ahova tartozunk. Mm-hmm. Hát Csenge, azt azért még mondjuk-e mindenféleképpen a nézőknek, hogy egyrészt hol lehet ilyen slam poetry műveket megtalálni, megkeresni az interneten? Van valami lelőhely, vagy van az a bizonyos videó letöltő, ahol meg lehet ezt találni, és úgy hívják, hogy YouTube. Mikor lesz a következő ilyen esemény, és azt tudjátok-e meg? Konkrétan még nem. Tavasszal majd valamikor, de most... Helyszínt nem mondunk. Igen, de most gondolkodunk más apróságokon is, majd a költészet napjára még lehet lesz egy kis meglepi. Jó, szerintem azzal kapcsolatban is programajánló szinten fogunk majd téged keresni. Csenge, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én azt kívánom neked, hogy... Most lehet, hogy nagy szavakat fogok használni, de ez a misszió, amit te magadra vállaltál itt a költészettel és a korosztályoddal kapcsolatban, ez minél szélesebb körben legyen ismert, és minél szélesebb körben érjél el vele olyan sikereket, amilyeket szeretnél természetesen, ha ez a célja a dolognak, ha pedig csak az önmegvalósítás, akkor találd meg magadat benne. Hát köszönöm szépen, remélem, hogy így lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. További szép napot neked, viszontlátásra. Neked. Önöknek pedig köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, ez volt már a 10 perc.